Nyaliho, üdvözletem mindenkinek, áldassék a gyümölcsi Nosvárt Zsolt vagyok, ez pedig itt a Showtime YouTube csatorna. Ez a héten már a második videó, de nem csinálunk belőle rendszerben, még hozzászoksz, mint régen, aztán majd követeled, hogy ne, de hol a videó? Viszont jár a 10 000 forint az olvasó riporternek, a Blicknél majd kell emiatt az apanás miatt benyújtani az igényt. Ugyanis hát kaptam egy videót, amire először azt gondoltam, hogy ez egy vicc, és hogy valami poén, vagy csak valami polgár pukkasztás, de aztán megnéztem a videót, és hát ledobtam a láncot. És tudjátok, amikor én ledobom a láncot, azt azonnal hozzátok is vágom egy pillanat alatt, úgyhogy most ez fog következni. A szóban forgó hölgyről volt már szó egyébként a csatornán, azóta hát azért mondott ő fura érdekes dolgokat, viszont úgy voltam vele, hogy én nem fogok plusz reklámot vagy nézettséget generálni, de sajnos azt el kell ismerni, hogy anélkül is, hogy bárki beszélne róla, vannak ilyen, nem tudom, ilyen szektás, szemellenzős követők, akik így teljesen azt gondolják, hogy ez így oké, amiről a hölgy beszél. Nem akarom tovább ragozni, meg nem akarom tovább húzni itt az időt, amikor is megfejelted a feliratkozás gombot, már is belekezdünk a videó témájába. Ugyanis Mea, a dubajos gádzsi arra próbálja most sarkalni és tanítani a követőit, hogy hát hogyan szerezzenek maguknak sugar daddy-t, vagy ha már van egy sugar daddy-ük, akkor hogyan viselkedjenek vele. Azt gondolod ugye, hogy viccelek, de nem, majd mindjárt mutatom. Persze csinálhatott volna a dubajos gádzsi videót arról is, hogy mondjuk hogyan gyűjtsd szelektíven a szemetet, vagy akár a globális felmelegedésről, esetleg a nők helyzetéről az arab országokban, vagy mondjuk Dubaj páratlan építészetéről, de nem. A dubajos csaj arról csinált videót, hogy hogyan találj magadnak egy, az se baj mondjuk, ha impotens vén fasz, aki mondjuk a farka helyett a Maserati kulcsát dugdoshatja beléd. Fontos persze, hogy minél fiatalabb legyél, annál jobb. Na, hát akkor nézzük is, kezdjünk bele. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kihasználom ezt a lehetőséget arról, csináljak erről egy YouTube videót, és megosztom azt, hogy konkrétan hogy találj magadnak egy sugar daddy-t. Idősebb, gazdag férfi elhalmoz ajándékokkal, meg pénzzel egy fiatal nőt szexuális szolgáltatásokért cserébe. Amikor 20 éves voltam, és volt egy 43 éves férfi az életemben, akkor arra mondhattuk volna, hogy az egy olyan sugar daddy kapcsolat volt, mert tényleg ott az volt inkább a szituáció. Háj, Muci, már megint olyan okosokat mondtál, mint győzik-e a békemeneten körülbelül. A sugar daddy és a sugar baby viszony nem csak a kor, sokkal inkább mondjuk az alá- és fölérendeltség viszony kérdése. Ugyanis hiába vagy 35, és tudjuk, te sikeres üzletasszony is, de valószínűleg a keleti herceged nélkül örülnél, hogyha ki tudnál fizetni egy vizerjegyet mondjuk egy 10 kilós kézivel. Bárhogyha a rossz indulatú kommentelőkre hallgatunk, akkor állítólag az ilyen lányok egy kicsit több kézivel, de mindig megoldják a csak oda útjukat. Én nekem az ajándék a szerelem nyelvám, szóval, hogyha ez engem sugar baby-vé tesz, akkor valószínűleg az vagyok, de mi kapcsolatunk az ennél sokkal mélyebb, meg komolyabb. Igen, az vagy. Az ajándék a szeretet nyelve, hát beszarok, nem érted? Az ajándék a szeretet nyelve. Léci, ne higgyétek el a néninek, amit mond. Mármint, hogy árnyalnám egy picit a képet. Ha azt gondolnád, hogy ez a kisnő egyébként egy mezéről tépett, nem tudom, virágra gondol, hát akkor nagyot tévedsz, mindjárt ki is fejtem, meg hát mindjárt meg is mutatom, hogy ő mire gondol. A szeretet és a szerelem nyelv egyébként aláírom sokféle lehet, de ha az a nyelv javarészt mondjuk dirhammal kifejezhető, akkor hát ez esetben van egy rossz hírem. Azt nem feltétlenül szerelemnek szoktuk hívni. Hazugság, hogy az anyagi jólét nem boldogít, amikor azt mondják, hogy a pénz nem boldogít, én azt szoktam mondani, hogy azért az anyagi jólét az boldogít, vagy az anyagi biztonság inkább azt mondom, hogy boldogít. De mondjuk, ha visszagondolok arra, hogy Patrikkal a kis óbudai szükséglakásunkban is rohadt boldogok voltunk, sőt, a siófoki ifi hotelben is tényleg napra kiszámolt pénzzel, akkor így azt kell, hogy mondjam, hogy a szerelem és a szeretet és általánosságban véve a boldogság az nem feltétlenül a sok pénz kérdése. Persze szokták azt mondani, hogy jobb sírdogálni egy tengerparton, igen, ez valóban így van, de nem lehet ennyire kisarkítani a dolgokat. Egy idősebb férfit miért érdekel egy fiatalabb nő? Hogyha nyilvánvalót nem vesszük figyelembe, hogy a fiatal nők azok általában vonzóbbak, nyilván mindenkinek más az ízlése, tehát vannak olyan fiatal srácok, akik idősebb nőkhöz vonzódnak. Az általánosságban véve a fiatalabb nők azok vonzóbbak, mint az idősebb nők.
Mondjuk itt az élő példa, hogy valaki nézhet ki egész jól, de miután kinyitja a száját, az embernek elmegy tőle a kedve. Szerintem egyébként hatalmas szerencséje van, hogy a mecénása nem érti ezeket a videókat, amikről ő beszél, vagy hogy nem beszéli a magyar nyelvet. A hozzájuk korban közelebb álló nőknek már nagyobbak az igényeik. Tehát arról beszélek, hogy még egy 20 éves lányt le tudsz nyűgözni azzal, hogy elviszel egy vacsorára, valami középkategóriás étterembe. Addig egy 30-35 éves nő azt már alapnak fogja venni? Nem. Ha egy nő tisztában van az értékeivel, akkor annak már 20 évesen is vannak igényei. Nem feltétlenül anyagi igényekről beszélünk itt, de mondjuk az egzisztenciálisról akár még szó is eshet. Hiszen a nő úgy van egyébként berendezkedve, hogy azt az embert keresi, aki majd biztonságot tud nyújtani a családjának, legyen az mondjuk anyagi vagy fizikai biztonság, de kizártnak tartom, hogy minden nő az árakat nézné meg először az étlapon, mert egyébként nem is feltétlenül ez a releváns. Ó, nyugi, és ez még csak a bemelegítés volt, na most figyelj! Még egy 20 éves lányt le lehet nyűgözni egy, nem tudom, Balenciaga táskával, addig engem kb. Egy bőrkintáskával tudnál lenyűgözni. Érted, bazd meg? Ő csak egy bőrkinnel, egy bürkinnel tudod lenyűgözni. Nem úgy van az, hát nem mindenféle izével. Hát ha te egy otthonülő csicska vagy, és annyit sem tudsz két pelenkázás között mondjuk, hogy mi az a bőrkin, akkor hagy homályosítsalak fel, jó? És most akkor nagyon figyeljél, aztán mennyit tett tisztába a gyereket, mosogasd el, azt várjad az uradat haza. Szóval, hogy van egy ilyen táska, amit a... Hermes, de ha nagyon fancy, akkor lennék a Hermes. A Hermes dobott piacra, egyébként ezek ilyen 3 misitől kezdődnek, de van 10 millióért is ilyen táska. Szóval a minimum, a belépő, a beugró. Szóval, hogyha az urad esetleg hazajött a bújtyiból, kérdezd már meg, hogy figyelj már Pista, hol a bőrkinem, bazd meg? Ha meg nincs, akkor dob ki. Ennyi. Hát neked ez jár. 30 felett legalábbis ez a minimum. Tudod, mint Vajna Timinek a gyémánt. Hát ez ilyen nagyon egyszerű. Fiatal lány, akinek nem volt olyan sok tapasztalat az életben, lehet, hogy még nem volt egy barátja sem, vagy esetleg pont az első vagy második barátjánál tart, de még nem látott olyan sok mindent, és hát szinte mindent el is hisz. Jaja, elhiszi, hogy a pár ezer dolláros Balenciaga már csöves, ide Birkin kell természetesen. Hát ez azt gondolom, hogy ennek alapnak kell lennie. Tehát amikor így körülnézel az életedbe, akkor pontosan tudnod kell, hogy mi az, ami szükséges az élethez. Víz, némi élelem és hát a Birkin, mert anélkül azért valljuk be, hogy te is csak egy szar vagy. Amikor 20 éves vagy, akkor le lehet azzal nyűgözni, hogy van egy saját lakása, és nem él együtt a szüleivel, vagy nem a kollégiumban lakik. Neki az egy lenyűgöző dolog, hogy váó, van egy saját lakása. Egy idősebb nőnek már van saját lakása, neki az nem lenyűgöző, hogyha a férfinak is van saját lakása, az egy alapvető dolog. Tehát ez ilyenekre gondolok. Gondolom, az fel sem merül abban a hangyányi agyában, hogy hány olyan szerelem van, ami nem mérhető valutában. Igen, léteznek ilyenek is. Akik mondjuk esetleg együtt kuporogtak, ameddig nem sikerült egy közös lakásba költözniük. Egyetértek azzal, hogy 40 évesen nem feltétlenül egészséges anyáddal lakni, és az sem probléma, hogyha van mondjuk egy kocsid. Csak hogy a fontossági sorrend, ez egy kicsit, mintha itt megfordult volna. Mármint, hogy dubajos aranykánál. A szerelemhez és a boldogsághoz én azt gondolom, hogy nem kötelező a vagyon. Olyan felszínes minden egyes mondat, ami ebben a videóban valami ebből a nőből kijön, hogy ez egyszerűen nem igaz. És szerintem egy fiatal lánynak egyrészt én úgy gondolom, hogy érdemes kihasználni ezt a helyzetet, mert csak egyszer vagy fiatal. Nem érdemes. Ez az igazság. Tehát amíg fiatal vagy, addig érdemes kihasználni ezeket a férfiakat, és igen, ezt most így kimondom, mert ez az igazság. Hogyha van egy 45 éves pali, aki megy utánad, és le akar nyűgözni, és megvesz neked mindent, vegye meg! Az a 40 éves pali nem kedvességből fog neked bármit venni. Ő vesz egy ajcsit, te pedig beveszel valami egészen mást. Ez így működik. Tehát, hogy ezt pontosan tudni kell, ezeket helyre kell tenni magadban, valamit valamiért. A kérdés, hogy amúgy is megtennéd-e, vagy csak mondjuk a Birkin érülsz bele. Mert azért ez nem mindegy. De te ne legyél olyan hülye, hogy ilyen apró dolgokat kérsz tőled, akkor legalább benned legyen annyi ész, meg annyi talpra esettség, hogy valami értelmes dolgot kérsz tőle, tehát születésnapod lesz, vagy egy éves évforduló, akkor nem egy
táskát kérsz tőle, hanem egy lakást. Ilyenekre gondolok, használd ki azt a lehetőséget, hogy egy idősebb, gazdagabb férfi gondoskodik rólad. Fia, esküszöm, nem vágtam. Ő ezt így mondta ki a saját szájával. Én komolyan nem is értem. Én a szívemre teszem a kezem. Én azt gondolom, hogy szeretek szexelni, és mindig is szerettem. Mikor még sovány voltam, és fiatal, régi szép idők. Na mindegy, akkor sok idősebb faszi szeretett volna velem szexelni. Jogsít, kocsit, albérletet is ígértek, és egyébként kaptam is volna, mint később kiderült, mert hogy mások megkapták, de itt még továbbra sem esett szó érzésekről, vagy vonzalomról. Mindegy, hogy mit ígértek nekem, ha egyszerűen nincs meg a kémia, nincs meg a vonzalom, nem tudtam hozzáérni, bőrkinél sem, semmiért. Jó volt nekem akár a doszagú lakásba is, de legalább azzal dugtam, akit kívántam. Nem is értem, hogy miért nem akkor láttam, miért most jön Mea, miért nem akkor, érted? Ha akkor látom ezt a videót, hát már rég lenne bőrkinem, érted? És mondjuk lehet, hogy bele is köphetnék a tükörbe, de egy bőrkintáskával köphetnék a tükörbe, érted? Meg drága éttermekben a tükörbe, hát azért ez nem mindegy. Tehát még egyszer, ez a lány azt tanácsolja a 20 éveseknek, hogy egy ózsdi kis pár ezer dolláros Balenciágáért ne kúrjanak idősebbel. Minimum egy lakás, meg a bőrkin, mindegy, hogy mit mond más, legyél eszednél. Tehát lássuk csak. Szexért cserébe ellenszolgáltatást fogadunk el. Fejlettebb országokban ezt pontosan minek is hívják? Válaszold meg te a kérdést, nem szeretnék semmit a szátokba adni. Az teljesen mindegy, hogy mások mit fognak rád mondani, mert valószínűleg azok az emberek, akik emiatt téged utálnak, vagy fröcsögnek rád, őnekik nincs lehetőség erre, amit tőled irigyelnek. A nagy kontraszt miatt fog téged úgymond utálni, és fröcsögni rá. Szóval nem számít az, hogy ezek az emberek mit gondolnak, vagy mit mondanak neked, mert az esetek többségében irigyel. Jó, oké, én irigy vagyok, természetesen. Patriktól nem kapok virágot, meg táskát, meg egyébként cipőt sem. Sőt, volt olyan is, hogy nem is ő volt az első, aki felköszöntött a szülinapomon. Valahogy azért mégis így eltengünk, lengünk 8 éve, és készülünk az esküvünkre, és teljesnek érzem magunkat. Sokszor veszekszünk, sokszor vannak vitáink, nincsen bőrkinünk, ez igaz. Ettől függetlenül viszont mégsem érzem azt, hogy ez baj lenne, és mi tényleg mindent együtt építettünk fel az életünkben. Na most akkor ilyenkor mi van? Vagy ez nálunk, homiknál, ez máshogy megy? Bránk ez nem vonatkozik, a bürkin? Vagy ezt nem tudom. Lehet azt mondani, hogy morális problémák vannak ezzel, mit tudom, hogyha például van egy férfi, akinek van felesége, vannak gyerekei, akkor ott ki az, akinek morális kötelezettsége van a feleség felé például? Neki, a férfinak, vagy pedig a 20 éves egyetemistának, akit éppen felszedett a várban? Szerencsére azt is megtudhatjuk, hogy egy 20 éves egyetemista megbotlik és teljesen véletlenül beleesik egy házas ember farkába, akkor sincsen ám baj. Megmondtam el, hogy hát igazából ő csak élt a lehetőséggel. Érted, a lehetőséggel. Lófaszt, anyukám! Ha most nem is veszünk ide, mit tudom én, ilyen egészen elvetemült dolgokat, mint a vallás, meg mint a Biblia, és mondjuk szűken csak arra koncentrálunk, hogy annak, aki egy házas emberrel ajándékért kefél, az alapvető emberi normákat és mondjuk a morális értékeket rúgja fel, szerintem már önmagában probléma. Mert hogy részt vesz abban, hogy fájdalmat okozzon egy másik nőnek, fájdalmat okozzon egy egész családnak, gyerekeknek, veszélyezteti magát a családnak az egységét. És mindemellett olyannyira alábecsüli magát, árazza be a nőiességét, hogy azt gondolja, hogy ez a maximum, amit az emberi kapcsolataiból kihozhat. Egy táska, egy kocsi, egy lakás. Ha a dubajos csaj szerint működik, akkor sikernek könyveli el az örök második szerepét, és azzal nyugtatja magát, hogy van egy bőrkinje. De jó, ez a szó, ez nagyon tetszik, magamra fogom tetováltatni. Erre lehet azt mondani, hogy ha egyik 20 éves egyetemista sem menne a 40-45 éves férjezett, vagy házas férfi, akkor az volna jó, de ez egy utópia, ilyen nem lesz. Tehát amíg vannak 20 éves kiscsajok, meg vannak 50-55 éves kapuzárási pánikon átmenő férfiak, addig ez így lesz. Tehát amióta a világ, ez így is volt.
Na, hogy ez mindig így lesz, és mindig így volt, gondolkodástól egyébként én a falnak tudok menni. Most gondoljunk bele, hogyha mondjuk Stephenson így gondolkodott volna annó, akkor még mindig lovasúton közlekednénk. Vagy hogyha mondjuk Bellnek annyi esze lett volna, mint Meának, akkor még mindig postagalambbal kommunikálnánk. Szerencsére azért nem így volt. Vannak örök szar dolgok, persze, de szerintem egyébként pont az a lakmuszpapír, és pont az választja el a jó embert a rossztól, hogy próbálunk-e törekedni ezek ellen a dolgok ellen. Mindig lesz olyan, tehát mindig lesznek rossz dolgok a világban, de mi dolgunk törekedni a jóra. Hogyha nem is tudjuk legalább egy kicsit, ha nem is tudjuk megszüntetni ezeket, árnyaljuk. Csináljunk, legyen belőle kevesebb, érted? De amíg vele vagy, addig legalább használd ki azt, hogy ő gazdag, van pénze, tud rólad gondoskodni, és lehet, hogy nincs szükséged arra, hogy dolgozz, de akkor legalább tanulj valamit. Vagy építsd fel a saját vállalkozásodat, vagy kezdj valamit azzal az idővel, amit azzal töltesz, hogy az ő barátnője vagy. Mert lehet, hogyha ő nem lesz az életedben, akkor el kell menned 3 műszakba dolgozni. Jaj, ne! Ne! Csak a munkát, ne! Ne! Azt ne! Fúj! Fúj! Fúj, bazdmeg, ne! De nem gondolod, még kitalálják a végén, hogy még adót is fizessek, meg járulékot, meg számlákat, meg sárga, csak te hülye vagy? Na a munkát az biztos, hogy nem. Na de azért fontos tanács is van, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Dubajos Gágyi ellát tippekkel, hogy mi van akkor, ha dobott a dollárpapa, tehát azért van B-terv is, érted? Vanat kell arra, hogy mi lesz akkor, amikor vége van ennek a kapcsolatnak, és akkor hogyan fogod élni az életedet. Amíg vele vagy, addig legalább használd ki azt, hogy ő gazdag, van pénze, tud rólad gondoskodni, és lehet, hogy nincs szükséged arra, hogy dolgozz, de akkor legalább tanulj valamit. Vagy építsd fel a saját vállalkozásodat, vagy kezdj valamit azzal az idővel, amit azzal töltesz, hogy az ő barátnője van. Tehát ne azért dolgozz, vagy legyen tartásod, ne agyisten gerincet, hogy mondjuk a gyerekednek azt kelljen mondanod, hogy anyád élete felét egy bárcás kurvaként töltötte, hanem hogy ne unatkozz, és figyelj, doppergés, hogy észre ne vegye a mecénás, hogy csak a pénzért vagy vele. Azon gondolkozod, hogy hogyan tudnál találni magadnak egy férfit, aki gondoskodik rólad. Először gondoskodjál saját magadról, és tedd meg azt, amit meg tudsz tenni a saját céljaid és életed minőség javításának az érdekében. Ezek a gazdagabb emberek egyébként nagyon jól észreveszik azt, hogyha valaki csak a pénzért van velük, tehát nem hülyé. Tehát, hogyha valaki milliómos vagy milliárdos, nyilván Magyarországon a milliómosnak lenni az a nagy szám, de hogyha valaki dollár, milliárdos, akkor ő nem azért jutott el oda, mert egy komplett idióta, tehát valószínűleg ők már láttak mindent. Ki fogják azt szúrni, hogy te, a kis 20 éves csitri, azért vagy velük, hogy a pénz miatt? Tehát ők ezzel valószínűleg tisztában vannak, hogyha kivennéd a pénzt az egyenletből, akkor valószínűleg nem volnál ott, és ezt te is tudod. Tehát ez egy olyan kapcsolat, ami azon alapul, hogy én adok neked valamit, te adsz cserébe valamit, de akkor legalább legyen annyi eszed, hogy kérsz valami normális dolgot egy Gucci táskán kívül. Hát én meg már azt hittem, hogy itt a végén elkezd edukálni ez a nő. De nem. Nem, igazából arra kezd el edukálni, és arra ad tanácsokat, hogy hát hogyan éld úgy az életet, hogy észre ne vegye a dollárpapa, a sugar daddy, hogy te csak a lóvéjáért vagy vele. Ez egyik barátnő, nem igazán barátnő, inkább úgy mondanám, hogy valaki, akit ismerek, egyszer elmentünk együtt melencézni, meg spába, és ő légiutas kísérő. Egy ismerősöm testvérének, az osztálytársának, a keresztapjának, a férjének, a feleségének, az igazgatóasszonyának, a sógorának, a húga. Ő légiutas kísérőként dolgozik, és mesélt nekem egy sztorit, tehát ugye ő mindenhol van a világon, ez a munkája, hogy utazgat. És mesélt egy ilyen sztorit, hogy egy lány, akit ugye ismer, elmentek együtt kávézni, és leültek egy hotel lobbiba. És ugye itt Dubajban rengeteg ötcsillagos szálloda van, tehát minden sarkon van egy ötcsillagos szálloda, és ez nagyon gyakori, meg én is szoktam ezt látni, hogy ahogy lányok csak leülnek egy ötcsillagos szállodának a lobbyába, csak hogy gyakorlatilag ott vadásznak. És ezt mindenki tudja Dubajban, tehát senki sem hülye. Hogyha látsz fiatal, csinos, egy kicsit túl szexisen öltözött lányokat hotel lobbikban ücsörögni, főleg ahogyha egyedül ücsörögnek, akkor ez egy, ezt tudják az emberek, hogy ez miért ücsörög, ott vár valakire, hogy felszedje. Nyilván az esetek bizonyos részében ezek a lányok ugye pénzért
ülnek ott, nem tudok statisztikákat mondani, de valószínűleg valamennyien pedig csak azért ülnek ott, hogy találjanak egy ilyen szponzort maguknak, aki majd gondoskodik róluk. Nem minden egyes nő kurva, ezzel arra akarok kiukadni. Ez a nő mesélte nekem, hogy ezzel a nővel elment kávézni egy ilyen hotellobbiban, és ott ültek órákon keresztül, és amikor oda akart jönni a pincér, hogy elvigye a kávénak az aljában még volt egy nagyon pici, és akkor mondta ez a lány, hogy ne vigyél már még vissza, de már órák óta ott ül a kihűlt kávé felett. Tehát rengeteg ilyen kétségbe esett nő van, hogy bemegy, vesz egy legolcsóbb dolgot, megveszi a kávét, és akkor ott ül órákon keresztül, amíg nem jön valat. Ezt azért akartam felhozni példának, hogy te ne legyél ilyen. Tehát ez annyira kétségbe esett, ez már messziről bűzlik. Tehát, hogyha valaki egy 50-es, 60-as, 70-es, akármennyi idős férfi, és van pénz, az nem komplett idióta, az tudja, hogy te azért ülsz ott, meg kétségbe esett vagy, órák óta szorongatod a kis kihűlt kávédat, annyira kétségbe esett vagy a pénz, tehát nincs pénzed egyrészt arra, hogy megvegyél egy vizet mellé, vagy megebédeljél ott, és ez csak az olyan férfiakat fogja vonzani, akik kifejezetten ezt az áldozattípust keresik. És érted? Nem így kell kurválkodni. Így nem találsz igazi szponzort, így csak egy gyroszra fog meghívni téged a bazárba. Szóval vigyázzál, kurválkodni sem mindegy, hogy kell, nem ott üldögélünk érted egy kávéval a kezünkben. Meg kell adni ennek is a módját, jó helyre kell ülni, mást kell váltani. Megvannak itt a rafinériák, hát nem majd érted, hagymacsípős mehet, nem gondolod. És persze jogosan tehetnéd fel a kérdést, mit várunk egy ilyen oltás ellenes agyhalottól, aki egyébként fogorvos tagadó és állítása szerint elég beírni az általa árult jegyzetfüzetbe, amit szeretnél, és az majd egy adott ponton valóra válik. Motivációs trénernek hivatja magát, a webshopjában tulajdonképpen a Grabovoi karkötőn kívül kb. Mindent lehet kapni, de lehet, hogy azóta már azt is lehet, és van, aki szerint ő az Atya Úristen, és ez működik. Ezután a videó után már egyébként nem is kételkedem tovább. Szerintem engem meggyőzött. Na, de akkor is lányok, szerintem összegezzük annyiba a dolgot, hogy ti nem egy lyuk vagytok a malac persejen. 20 évesen egyébként nem dolgod bőrkintáskába járnod. Nyugodtan menjél fröccsözni a deákon a bandával, és ne érezd magad szarul, hogyha a szíved választottjával felesbe szívtak egy cigit, és ketten dobtok össze egy vargára. Megvan ennek is a szépsége, természetesen lehet az a célod, hogy egy adott ponton ne így élj, és ne ez legyen a norma. Mert hogy amiről ez a sunus beszél, az együtt is elérhető, és egyébként sokkal erősebb lesz egy kötelék, hogyha ezeket a dolgokat együtt éritek el. Nem ciki együtt fejlődni, nem ciki kínai büfében menüt enni, és villamoson utazni. Ez egy butaság, 20 évesen sem. Legyen az a cél egyébként szerintem, hogy ezeknél majd egy adott ponton többet is megtehess, és nem kell ahhoz családos sugárdedi, mert te magad is képes vagy rá, és ne azért ne kelljen családos sugárdedi, mert hogy mit szólnak mások, hanem egyszerűen azért, mert ennél jóval többre vagy hivatott. De tényleg. Különben is egyébként látod, mi lesz belőled. Annyi eszed sem lesz, hogy amikor az igazad bizonyításaképpen az Instáról importált ilyen kirakat képeidet bevágod a saját videódba, azt ne úgy tedd, hogy eltüntesd a saját fejednek a felét. Tehát, hogy nem annyira értem. Na jó van. Figyelj, kiventiláltam magamból. Most mondanám azt, hogy én nem akarok senkit megbántani, de közben meg az van, tudod, hogy aki ilyen eszméket szór be az éterbe, nem érdekel, hogyha megbántom. Meg most tényleg, tudom, hogy provokálás is volt ebben, meg pontosan tudta a lány, hogy erre minden jó érzésű ember ki fog akadni, de egyszerűen ne az legyen már a módi. Tehát mi lesz a következő, hogy nem tudom, belőni tanítjuk majd meg a 20 éveseket? Vagy hogy mit mire szívjál, és mit mire így áll, hogy az jó legyen? Nem tudok emellett elmenni. Én általánosságban véve is nagyon zavar az emberi butaság, de amikor az emberi butaság ilyen magabiztossággal és egyébként még követő táborral is társul, na szerintem az a legveszélyesebb. Áldott, békés, szeretetben gazdag, boldog, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Legyetek jók, sziasztok!